Szerintem nem baj, ha egy tesztelőnek vannak prekoncepciói, hát az előítélet egy olyan dolog, amitől aztán el lehet térni, meg lehet győzni az ellenkezőjéről. Az én prekoncepcióm most, köszönöm a görög csomagot. A görög csomagot, amit egy görög szupermarketes zacskóban kaptam, tehát ezek valószínű azok a sörök, amikkel nyaralás közben szembesülhet valaki Görögországban. Kezdjük talán a mítosszal. Hellenic Beer, a legnagyobb, a leghíresebb görög sörmárka. Hát nincsen egy ilyen paleolit since felirat a dobozokon. 1968-ban alapult cég, szerencsétlen velem egyidős, és 2008 óta a Carlsberg tulajdona. És én általában hiszek a Carlsberges sörökben, nem igazán ittam rosszat. Kinézetre ez a mítosz is igazából teljesen rendben van, 5%-os, azt hiszem mindegyik 5%-os kivéve, amelyik erősebb. Gyönyörűen jön benne fölfelé a szénsav, és nagyon szép, váratlanul szép a habja. Mint amikor az Olimposzra hull egy kis fehér paplan, Zeus megmossa a lábát, annak körülbelül olyan szaga lehet a lábvíznek. Nincs semmi bajom, most kéne gondolkoznom az Iliászból, az invokációs részből, amikor felsorolják a seregeket, illetve a sereg alkotó részeit, hogy és akkor a vad Mürmidónak, és Ajász a túlméretes lándzsájával. Nem vész, igazából még valamiféle karaktere is, hogyha nagyon akarnék benne vadászni ilyen ízjegyeket, kamuszhatnék ilyen kis kamilla, egy nagyon enyhe grapefruitos lecsengés, blablabla, bla, bla, bla. Engem már azzal megvesznek, ha jól néz ki egy sör, és ez jól néz ki. Az első bontási puki riasztó volt, de aztán valahogy beindult, és nyaralós sörnek teljesen jó. Nagyon sokat exportálnak belőle a görögök, de gondolom nagyjából az ilyen gíroszosoknál lehet kapni, és abból élnek. Csak görögbetűs honlapjuk van, és alig tudom elolvasni, kicsit olyan, mint a Cyril, Mamos Patrais. Van nekik egy jó kis görögbetűs honlapjuk. Na ez már például egy régi sörgyár. 1876 óta működnek, és valószínű, amikor megérkezett Görögországba a rendes ipari hűtés technológia, akkor alapult, hát a honlapon nagyon sok mindent elolvashatunk, ha tudunk görögül. Ott van Mamos papa, vagy nem tudom, valami ős Mamos. Megtudhatjuk az összetevőket, ott van görögül. Karakterisztika. Ha, ennek is szép a habja. Jelentem, a mítosz és a Mamos más. Nem egy helyen készülnek, mert mind a kettőnek szép a habja. Ez a Mamos egy kicsit radleresebb, tehát egy kicsit gyümölcsösebb. Szinte ráfognám, hogy olyan kis alkoholmentes stílusú, kellemes frissítő valami. Nyilván nem ezzel nyerjük meg a kisüzemi sörfőzők bármilyen fesztiválját, de nem halunk bele egyikbe, se nem rosszak. Na, ez már nagyon durva. Fine Lager. A Red Beeren 5 pontból 2,6 a pontozása. De hát nyilván tudjuk, hogy a Red Beeren a buzik pontoznak, akik csak a kisüzemit ismerik el. Miközben simán lehet, hogy ez a számunkra ismeretlen cucc, ami egyébként dizájnban nem rossz, ez a kék ezüst. Nyilván a görög zászlóra reflektálva. Közben lehet, hogy ugyanolyan az illata, mint a Mamosnak. Ez egy kicsit malátásabb. Az egy kicsit gyümölcsösebb, Mamos kicsit gyümölcsös. Ez a kicsit malátás. Ebben az ezában van egy kis ilyen kenyeresség is, ez a, amiben van rendesen maláta. Igazából új kedvencem az ez a. Meg kell, hogy kóstolják még egy premium quality lager beert, melyet úgy hívnak, hogy Zitia. Ennek a pontozásának az Untappd alkalmazásban néztem utána, majdnem ugyanannyi, mint a másiké a Red Beeren. De hát ennek is meg kell szavaznunk a bizalmat. Érdekes, nem kell rátölteni magasról. Nagyon szépen kialakuló habja van. Az meg, hogy időközben az elsőnek már ekkorára lecsökkent, egy lágernél egyáltalán nem para. Tehát egy lágert eddigre már el is felejtettük. Nem, hogy megittuk. Ez is 5%-os barley malt, maltóz, szirup, homlók és élesztő. Hát ez a maltóz, ez nálam belefér. Lényeg, hogy ne kukorica legyen. Ennek van ennek egy kicsit olyan íze van, nem tudom miért, de amikor az ember beleesik egy bokorba részegen, és ott valamibe, útközben beleharap valami bogyóba, ami gondolom Görögországban egy ilyen átúzózott éjszaka után bárkivel előfordulhat. Abban az országban, ahol lehet Mamoszt és ezát kapni, én semmiképpen nem innék Zitiát. A görögök óriási marketingesek, én magam még valamikor nagyon régen egy study tour keretében
Krétán voltam a barlangban, ahol Zeus született. Ezt képesek eladni, ezt az állatságot. Tehát egy ilyen fiktív illető születése abban a barlangban. Tehát, és oda megy a turist, és néz, úristen, mit született Zeus. Ez körülbelül olyan, mintha mi mondjuk hozzánk tartozna az Etel köz, illetve nem is tudom, Emese hol álmodta meg Árpádot, hogy kérem szépen, ez az a puszta, ahol Emese egyszerre csak azt álmodta, hogy egy ilyen tollas szörnyetek hátulra ráugrott. És akkor nagyon hosszasan, partalan dzsigi-dzsigi kezdődött, mely után megszületett Árpád vezér. Aki még nem ihatott Henninger sört, pedig a Henninger szintén egy elég régi márka, ez egy német sör eredetileg, és bár azt írják rá, hogy 1869, Csince 1869, valójában 1655-ben alapították a Henninger jogerődjét Frankfurtban, nyilván az még nem lágert csinált, vagy legalábbis gondolom én, hanem nyilván valami élt. Hű, ennek van legkevésbé színe. És akkor a Henninger, amelyik egyébként azért annyira stílszerű, köszönöm, hogy dobozos kiszerelést kaptam, mert a Henninger volt az első német sörgyártó, amelyik a II. Világháború után dobozva töltötte a sört. Tessék, a görög lányvállalat még mindig gyakorolja ezt a szokást. Originál recipe, authentic beer, matured longer, giving a full distinctive taste and an exceptional flavor. Kivételes íz, őrültek vagytok, srácok. Még egy tökéletesen jellegtelen láger. Nem élet-halál kérdés, hogy ezek közül melyiket vesszük, mert tulajdonképpen köznapi fogalmaink szerint ezek mind belül vannak a mindegyforma fogalmán, és lehet, hogy Görögországban nagyon jó, ambiciózus kisüzemi főzdék vannak, de ha ilyeneket lehet kapni ott az éjjel-nappaliban, akkor igazából szarabul állnak a görögök, mint a tájok, hiszen lapoz vissza a tájföldi iható sörei videóra, ott azért vannak igazán jó sörök, és ezek között olyan nincs, mint például Tájföldön a jó bír, bár lehet, hogy záró tételünk. Na, tessék, hogy hívják ezt? Alfa Strong, 7%-os, ez egy erős láger. Azért jó a doboz, egyfelől ugye megvédi a sört a fénytől, ami elronthatja. Sok tróger targoncás ott rontja el már a felhozatalt, hogy nincsen színe. Na, ez érdekes. Na most ebben akkor mi a beltartalom, gyerekek, hogyha 7%? Wimmel, Frückenmörer, Rüksem, Braganő. Igen, hát ezeket tartalmazza. Verjek, Srökis. Hát gondban van a zsűri, erősnek erős, tehát érzem a szájba rúgó alkoholt, de az, hogy jó-e, ezen még azért gondolkozom. Jézusom, ez kicsit olyan koktélosan vágja fejbe az ember. Görögországban nyáron meleg van, ne igyatok alfát, mert csúnya vége lesz. Igyátok inkább egy sok többi egyéb jellegtelen lágert, abból óriát. Nem véletlen, hogy nem ez lett a világ legjobb erős lágere. Ne igyatok alfát, igyatok inkább jellegtelen lágereket Görögországban is.